Sziasztok! Elég komoly hetek előtt állunk. Most nyitotta a sort a Deadpool 2, jövő héten szóló, 3 hét múlva Jurassic World. Van miből válogatni, de nézzük, milyen az első nyárvégi nagy blockbuster. A sztori szerint ez egy családi film, és valóban a téma a család, házasság, gyereknevelés, stb. Körül forog, nagy vonalakban ennyi lenne spoilermentesen, azt hiszem. Azért még egy pár mondat, Deadpool miután felesége váratlanul elhalálozik, keresgéli az útját, belebotlik egy mutáns gyerekbe, akinek a neve Tűzököl, és őt próbálja pátyolgatni, azonban megjelenik a jövőből Kábel, aki épp ezt a kölköt akarja megölni a saját családja védelmében. Nem hinnétek, hogy a sztori lesz az egyik legerősebb pont a filmben, mi? Pedig de. És akkor kezdjük is a pozitívumokkal. A történet szerintem megfelelően izgalmas és rendelkezik pár jó csavarral is, amit nem ettől a filmtől várnánk, éppen ezért ilyen meglepő. A legjobban sikerült részek egyértelműen a drámaiak, valami olyan komor és sötét tud lenni néha a film, mintha egy DC univerzumban lévőt néznénk. Pedig nem, és zseniálisan működik. Ez annak is köszönhető, hogy a látvány valami szemkápráztatóra sikerült, ennyire jó fényképezést, ennyire jó minőségű felvételeket ritkán lát az ember. Kitettek magukért a készítők. Én 2D-ben néztem, és így is minden pazar volt, amúgy is utálom a 3D-t, szóval egy percig sem bántam. Ez igaz az akció részekre is, amik eszméletlen látványosak és pörgősek lettek, bőven rápakolnak az előző részre, látszik, hogy jó helyre ment a nagyobb büdzsé. És nem vagyok egy nagy akciófanatikus sem, de ezek előtt azért fejet hajtottam, még hosszabb ideig is elbírtam volna nézni az egyes jeleneteket. Például az, amikor bemutatják Domino szuperképességét, hogy mázlista. Na az! Taps, taps, taps. Persze mindez nem lehet tökéletes a zene nélkül, amiket remekül válogattak össze. Sokszor nagyon hangulatos, például a dubstepes poén haláli volt, bár én nem kedvelem a műfajt. Néha szándékosan veretős a muzsika, néha pedig szándékosan kifigurázva a jelenetet, valami szinte egyáltalán nem odaillőt vágtak alá. Imádtam minden pillanatát. Na de jöjjön a fekete leves. Bizonyára észrevettétek, hogy a Deadpool esetében talán legfontosabb dologról nem beszéltem eddig. Szóval, milyen is lett a humor? Közepesen szar. Főleg a játékidő első felében szinte semmi ütőset nem sikerült elsütni, a teremben uralkodott a kínos csend és egy-két hamar elhaló nevetés. Ez így ebben a formában pedig borzalmas. Nekem eleve nem annyira a kedvencem ez a Deadpool féle humor, de a trélerek meggyőztek, hogy ezt most látnom kell. Hát ezekben az előzetesekben majdnem benne is volt az összes jó poén, ezen kívül maradtak a kukis, kakis, stb. Viccek. De szerencsére a Deadpool 2 nagyot javul a második felére, hiszen elkezd minden fogaskerék jobban működni, és szórakoztató lesz a cucc. Bevallom, itt már azért lehetett nevetni, összeszedték magukat a készítők. A stáblistás jelenetek pedig egyenesen a legzseniálisabbak az egész mozi alatt, érdemes őket kivárni, nem is kell túl sokat bennülni. Az egyik kedvenc visszatérő poénom, amit mindenképp meg kell említenem, az Logan, azaz Wolverine, azaz Rozsomák, azaz Farkas, döntsétek már el a nevét! Vérének a folyamatos szívása a film legelejétől. Ez valami végtelenül zseniális húzás, és számomra ez volt a legérdekesebb az egészben. Ezen kívül is kapunk még egy-két fasz a cameót, figyeljetek sasszemmel. A film második felében összeáll a kezdetleges X-Force is, ez volt az egyik legjobb szín az összes közül. Pletykálnak már ugyebár egy jövőbeli X-Force filmet, erre én abszolút vevő lennék, mert a cselekmény végére kialakult csapat is elég szimpatikus. Beszéljünk kicsit a színészekről, a karakterekről. Ryan Reynolds, Deadpool szerintem hozza a szintet, nem rajta úszott el ez az egész vicces, nem vicces dolog. Reynoldsnál jobb jelölt még mindig nincs a szerepre, de a karaktert kicsit meg kéne újítani, mert már egy rész után elfáradt. Mert bár a drámai oldala remekül működik, humorban lenne még mit csiszolni. Zazie Beetz, azaz Domino számomra abszolút kedvenc volt ebben a filmben. A szerephez nem kellett nagyot alakítani, de a színésznő hozza az elvártakat és nem mellesleg elég szexi. A mázlista jány szerintem jól volt ábrázolva, a karakter laza és vagány. Kérek még, ennyi nem elég. Josh Brolin újabb nagyszerű idézőjeles gonoszt rakott le az asztalra, azaz a komor, távolba néző tekintetet, imádtam, de komolyan sem írni. Kábel is egy érdekes és izgalmas karakter, kicsit kevés is volt a jelenete Dominóval egyetemben, kellene ezeknek egy külön film, ebből még bármi lehet. Végül Julian Dennison, a gyermekszínészünk, akivel nem volt sok kivetnivaló, de bőven láttunk nála jobbakat is a közelmúltban, például az Azban. Szódával elment, bár a karaktere Russell, annak ellenére, hogy központi volt, nem sikerült túl érdekfeszítőre, talán majd legközelebb. Nos, ennyit erről az alkotásról. Vegyesek az érzéseim, mert ami tetszett, az baromira tetszett, ami meg nem, az számomra nagyon lehúzza a filmet. Ajánlom, mindenki döntse el maga, hogy milyen irány a moziterem, mert jövő héten már a szóló lesz a terítéken. Addig is, ha tetszett a videó, kérlek lájkold,
és iratkozz fel a csatornámra. Mindenkinek jó mozizást kívánok, Levi out, sziasztok!